részben bemutattuk Márkó több éve épülő versenyautójának rövid történetét és külsejét, valamint a belteret. Most a második és egyben utolsó résszel folytatjuk, amiben megmutatjuk a motorteret és az autó alját. Hogy mutassam meg a motorteret, mondjuk haladjunk innen arrafele. Ugye egyedi csővázas zárhidat csináltam. Ez nagyjából leköveti a gyári zárhídnak a vonalát. Viszont úgy van megcsinálva, hogy ennek van itt meg ott egy forgáspontja. Tehát bármikor, hogyha a vízszűtőt vagy a kullert ki akarod szedni, nagyjából az autó eleje olyan másfél perc alatt lebontható, ugyanis a hűtők is marokanyával vannak megoldva, ezt kitekered, kiemeled a vízhűtőt. Tehát miután kicsavartad a cooler tetején lévő két csavart, meg ezeket a lefogatókat, ez az egész fölhajtható, és így kihúzható az intercooler is a helyéről. Én nagyon szeretem a gyári első lökhárító driften, kifejezetten azért, mert nem töri össze a bója, bontóba végtelen mennyiségben elérhető, viszont van egy besbár, egy felső egycsöves besbár, és az gyári megoldással van fölfogatva még a gyári ütköző is. Tehát egyébként az eleje az elég atombiztos, viszont nincs összekötve semmi az intercooler tartóval, tehát bármikor törik, akkor elég nagy helyen van gyűrődési zónának. Ugye mivel mondtam, hogy ez a gyári vonalat követi, gyárilag itt van a vízhűtő. Most nekem az alatt a cooler van, tehát egy fokkal beljebb van a vízhűtő, és még úgy van ennyi hely. Ez annak köszönhető, hogy ezt a motort, ezt E36 motortartókarokkal építettem be, E46 M3 motorbakokra, tehát nagyon jól hátra került a motor. Tehát ha megnézitek, itt a torony vonalában vége van a motornak is. Úgyhogy abszolút könnyű, és egy mozgékony autóról beszélünk. E36 M3 vízhűtővel, a legnagyobb Tian lefújó szeleppel, és a intercooler dobozálása is teljesen egyedi. Ugye ezen az oldalon igazából ez a 5 centis szilikon a kullercsövem, úgyhogy úgymond nincs túl sok kullercsövezés az autóban. A turbót azt nagyon szépen köszönöm Bácsi Gerinek, a Tuning Áruház jó voltából, ugyanis ez egy Max Spinningrot turbó, ami teljesen egyedi felújítást kapott. Tehát ez még egy kicsit speciálisabb annál is, mint amit nála megkaphattok. Tehát abszolút ez privát neki készült eredetileg, ez a turbo. Amit el kell mondanom az egész autóról, hogy az egész autó a Baranyapali által készült, tehát minden alkatrész, amit itt láttok, az minden alkatrész a BP Racingből van, amit nem egyedileg én gyártottam, úgyhogy ezért is nagyon jó fej Geri, hogy beszponzorált egy ilyen turbóval, mert maga az autó az egy BP Racinges demo autó, de minden, ami a turbó, annak a felfogatása, az mind a Tuning Áruház jó voltából van. Köszönöm szépen nekik. Elektromos pillangó, parasztpukkasztó, szívósor, ugye az is egyedileg készült, Hetyési Zsolti varta le nekem az alumíniumot, mert sajnos alumínium hegesztő még nincs itthon, de ugye ez is junk wagon ikletés. Azért ebből az anyagból van, mert ez volt itthon. De egyébként ezzel szoktunk hülyeskedni, hogy ezek hőleadó bordák, tehát hogy senki ne higgye el azt, amit lát, ez belül ez egy rendes tütézet, hengerfejjel összeportolt szívósor, ami ki van számolva, csak direkt ebből az anyagból van, hogy úgy tűnjön, mintha nem értenénk hozzá. Természetesen Opel szervó van benne, ami most már egy elég elterjedt megoldás. Viszont én ezen a motoron egy Z4-es görgővel teljesen ki tudtam váltani a gyári szervó szivattyú helyét.
Az autó megkapta a legmodernebb Lifeline tűzoltórendszert a BP Racingből. Ez azért nagyon jó ez a tűzoltórendszer, mert külön körön van a beltér, meg a motortér, és 4-4 porlasztó csúcs van, és a porlasztó csúcsokat, azokat le lehet fogatni így lemezzel, hogy nyomásra se forduljon el. A leömlő és a szívósor is, igazából az egész, ez volt az első motorépítésem, tehát mindent én csináltam igazából. A leömlőnek sikerült plusz-minusz 1 centivel egyenlő szárú leömlőt csinálni. Itt is van egy érdekes fejlesztés, hogyha megnézitek ezt a leömlő talpat, akkor itt láthatjátok, hogy jobban kiszélesedik, mint magának a turbó talpa. Ugye mindig hol szokott kifújni egy ilyen turbótalp, mindig nem a négy csavar közül, nem a két rövidebb oldalon, hanem a két hosszabb oldalon. És ezt úgy sikerült kimerevítenünk, hogy a leömlőnek a talpa az körbe egyforma vastag. Tehát hiába hosszabb, mivel így szélesítettünk rajta, valamennyi merevséget ilyen irányba is tudott adni, ezért tökéletesen nem fúj ki. Ez a turbó simán bírja, 1,4 báron megy ALS-szel, most már benne van egy tesztnap, egy edzésnap és egy verseny, teljesen hibátlanul. Teljesen hibamentesen sikerült az első indítás. Itt volt egy kis üzemanyag szivárgásunk, amit az okozott, hogy hegesztett fittingeket használunk a gyári üzemanyaghídon. Ugye itt egyedi tervezésű injektoradapterek vannak, és ugye ami nehéz volt ezen a motoron megoldani, az, hogy a gyertyák ugye oldalt jönnek ki. Viszont ez kapott egy rendes top mount turborögzítést, úgyhogy nagyon nehéz volt, hogy a gyertyakábelekkel mit csináljunk, mert az Audi trafók nem bírták volna itt ki, úgyhogy abszolút hideg oldalra beletépítve 4 darab Corvette LS3 trafó, amik Petronix versenygyújtás kábeleken jön át onnan ide rá. Úgyhogy ezt például itthon csináltam, de van hozzá egy tartalék MSD gyújtást szedtem is. Nagyon bevált ez, úgyhogy azért még nem cseréltem le, de Amerikából is azért megjött a Finchi MSD tud, úgyhogy ha esetleg gond lesz ezzel, akkor van mit berakni. Fontos, hogy minden alkatrész, szinte ami a motortérben van, abból van még egy. Tehát nem csak egy autót építettem 6 év alatt, hanem próbáltam felkészülni arra, hogy a versenyzés, tehát ha valami tönkre megy, azonnal tudjam pótolni, úgyhogy így a turbóból is van tartalék, turbóm, meg a legtöbb alkatrészből igazából most már elég sok 1.8-as motort vásároltam föl. Az olajlecsapató szűrő is úgy van megcsinálva, hogy ez egy kicsi tartály, viszont a fittingek, amik benne vannak, azok egyedi esztergálás alapján készültek, ugyanis itt a gyárilag elég jó nagy kiállása van a kartásszellőztetésnek, és ugyanezzel a belső átmérővel kellett csinálnunk nagyobb csatlakozásokat ide is, tehát abszolút gyári keresztmetszeten tud kijönni a karter gáz. Minden teflon, tehát az autóban nincs sehol gumicső. Tehát csak szilikoncső és csak teflon áncsövek vannak mindenhol. Úgyhogy ez is ugye DRX-el üzemel. 300 lóerő és 360 Nm, 1,4 báron fújjuk, 7000-nél van a tiltás, és szeretem az ALS-t is használni rajta, meg kell is. A gépműhelyesem az Vincenzo Motorsport, köszönöm neki is a gyors segítséget, meg a gyors munkát. Az alját ő fűzte össze a motornak, és onnantól fölfele meg abszolút én építettem össze, én raktam össze a vezérlést. Úgyhogy így nagyjából
a motortér az ennyi. Amit itt láthattok, az egy átmeneti rendszer, mert szerettem volna, hogy elkészüljön az autó. Próbáltuk a legmodernebben megoldani, tehát ez még fémhátfal, fémnyúlvány, de ezt igazából, ez a rész, ez majd fejlesztésre vár még, csak mint mondtam, hogy amikor 6 évig csinálsz valamit, akkor még tök más volt a trend, meg a szakma az elején, de szeretném ezt az üzemanyagrendszert megtartani, de később egy álló homolog tankkal kiváltani, és akkor, amikor ez egy homolog tankot kap, akkor kap majd egy egyedi csővázas hátulját, de most igazából minden szabálynak megfelelő, megvan a 30 centi a hátfaltól, van egy emelési pontunk, van egy alutankunk, van egy megfelelően méretezett üzemanyagpumpánk, ami azért nagyon fontos, hogy ne rakjunk rá sokkal nagyobbat, mert feleslegesen nagy üzemanyagpumpát használunk, annyit fogunk elérni, hogy melegedni fog az üzemanyag. Illetve nem használunk semmilyen ilyen kínai üzemanyagszűrőt, mert mindig csak a probléma van vele, vagy nem szűr rendesen, vagy kinyomja a gumitömítéseket. Úgyhogy mivel DRX-el megyek, sima utcai üzemanyagszűrő, papírszűrő a belseje, úgyhogy tökéletesen használható etanolhoz, DRX-hez, bármihez. Igazából itt, ami még viszonylag modern megoldás, hogy szenzoros a üzemanyagnyomás szenzor, így látom mindig a tableten, illetve a MagSecu is tud rá vészüzembe kapcsolni, vagy tud egyből nekem jelezni, hogyha ingadozik az üzemanyagnyomás, vagy bármi probléma van. Úgyhogy a hátulja még ez egy kicsit régi módi, bár attól függ, mit nézünk régi módinak, mert a japán autók mai napig kárpitozottan is lehet jókat driftelni, szóval most ha ezt egy mai modern ilyen európai drift autót nézünk, ami versenyre készült, akkor ez a rész ez már egy kicsit elavultnak számít, viszont nem gondolom, hogy ezen fog múlni igazából. Igazából a rendszámnak van egy kis saját története, hogy még nagyon régen, mikor LFS-ben szimulátoroztunk, akkor láttam igazából másnál ezt a rendszámot, és akkor ilyen 15 éves voltam kb., amikor megfogadtam, hogy ha egy drift autóm lesz, ez lesz a rendszáma. Ez igazából egy ilyen poén, ugye you are too close, tehát magyarul, hogy túl közel vagy. Ez így ugye vicces lehet, mikor előmész egy csatában. Illetve ugye ennek a képnek is van egy olyan sztoria, hogy Instagramon találtam egy koreai művészt, aki a Cyberpunk játéknak a karaktereit is rajzolta, és ilyen egyedi kiállításai vannak, és annyira megtetszett ez a motívum, hogy írtam neki, hogy ezt a kocsimra szeretném, és annyira tetszett neki az ötlet, hogy nagy felbontásban a elküldte nekem, hogy szabadon felhasználhatom, úgyhogy ez abszolút ez is egy teljesen egyedi minta, ami kifejezetten így az autóhoz készült, meg egy kis japánosság van benne. Hát ugye ezt a sarkát már sikerült végighúzni a falon, de egyébként szerintem lóerők éjszakáján szerintem egy kezemen tudom megszámolni, hogy hányan nem törtük össze a kocsit, úgyhogy már arra is büszke vagyok, hogy igazából ennyi maradt egész lóerők éjszakájából, úgyhogy pont annyira sikerült oda rakni, amennyire kell szerintem. Szóval lejöttünk a kocsi alá, és nézzétek el nekem, hogy kicsit ilyen festékpöttyös, mert az első verseny után vagyunk. Az egész autó karosszériája úgy készült, hogy forgatóállványra lett rakva, az egész üres bódé, le lett kaparva fémig, át lett szakaszolva, pont hegeszve az egész karosszéria, főbb helyeken, hogy ne folyjon be a víz, ott lett újra tömítőzés, 2K-s alapozót kapott, és egy vékony rücsi réteget. Ugye minden futómű alkatrész az vagy fényezett, vagy szinterezett, ami manapság már nem egy nagy dolog, mert Schroth Lóri kollégához leugrotok, polcról tudtok kapni bármit, de még régen ezeket ugye mi
korongoztuk le, vittük el homokfújatni, szintereztetni. Tehát abszolút nekem még annó, mikor a Döbörhegyi Balázs meg a Nari együtt építettek, én akkor láttam először ezt az építési minőséget, és akkor én azt nagyon elhatároztam, hogy nem fogom aláadni. Úgyhogy most már elég alap, meg polcról meg tudjátok venni a szinterezett cuccokat, de amikor még én ezeket csináltam, ezeket én hordozgattam mindig külön. És ha innen előről megyünk, ugye teljes teflon fittinges fékcsőrendszer van, D2 lengéscsillapító, Drift Garage Lockit. Nagyon szeretem a Drift Garage Lockitet, és ezt nem csak azért mondom, mert ők az egyik fő támogatóim. Nagyon sok autót vezetnem mostanában, kölcsönautókat. Vezettem eredeti Weissfab-es autót, meg nagyjából a piacon megtalálható szinte összes Lockitet vezettem. És nekem még mindig geometriában a Drift Garage az a Lockit, ami igazából a legkönnyebben vezethető geometriát megadja. Illetve a másik fontos dolog az árértékarány. Tehát én mindig azt mondom, hogy amikor vesztek egy ilyen driftre való futóműszettet, akkor olyan szettet vegyetek meg, amit van pénzetek megvenni belőle kettőt. Ugyanis ez mindig, tök mindegy, hogy eredeti Weissfab-et vesztek, valahol törni fog úgy is, hogyha összeértek valakivel. Úgyhogy erre az a tanácsom, hogy olyat kell venni, amiből van pénzetek tartalék alkatrészeiről is. Úgyhogy én mindenkinek bátran ajánlom. Akkor így jövünk hátrafele, akkor például ez egy nagy hiba még, amit sokan nem cserélnek ki, az ez a pogácsa. Ugye itt gyárilag egy gumiszilent van, ez is nálunk ki van cserélve fémre. Ezt is még annó, nem is tudom, talán a D-Max, vagy valamelyik japán cég kezdte el S13-hoz gyártani ezeknek a szilenteknek a kiváltását. Most ilyen 13 évvel ezelőttről beszélek, tehát most már ide kapni poliuretánt is, meg mindent. De ez is ugye egy egyedi esztergálás. Sokkal pontosabb a kormányzásod, meg nincs meg az a veszély, hogy amikor véletlen nagyon lokra csapjátok, akkor ő elszakad a gumiszilent. De ugye most elöregszik az is. Úgyhogy kuplungcsövezés is teljes teflonos, fittinges, üzemanyagrendszer is teljesen teflonos, ugye mivel etanollal megyünk, minden le lett gyöngyözve. M43 motor, E36 motortartókarokkal, E46 M3 bakokon, E39 530D váltóval, nagy csillagos hárdival, nagy csillagos egyedi karnántengellyel, egyedi váltó felfogatással, E46 M3 váltótartóbakokon. Akkor itt van egy pár fejlesztés, amit még én találtam ki E46-hoz. Most ez itt nem sorrendben mondom, de mindegy, de az üzemanyagrendszernek ez kifejezetten a trailerezéshez lett ez a haspalcs csinálva. Itt jönnek el a gyári csövek is, de hogy hátrafele ez esetleg trélerezésnél nehogy beakadjon, vagy megnyomódjon az üzemanyagcső, azért van itt ez a haspajzs. Ugye a kabinba egyáltalán nem megy semmilyen üzemanyag. Dupla féknyerges, tehát van egy plusz nyeregtartó konzol, tehát a hidros kéz is tartályos, tehát van egy külön féknyereg a hidraulikus kéziféknek, és van egy külön féknyereg a lábféknek. PMC motorsport, lengőkarok vannak alul-fölül, tehát ezek elég masszív lengőkarok, nem azok a kis vékony kínai vackok. Igazából itt ami nehézség volt, hogy a PMC motorsport az fölülre nem árult csak GSM-es verziót, szilenteset nem. Viszont mindenhol sárga Strongflex szilentjeim vannak, és nem akartam fölülre olyat berakni, ami GSM-es. Mert nem szerettem volna azt, hogy minden erőhatás mindenhol enged a szilent, és csak fölül a GSM megkap mindenféle rezonanciát. Tehát úgy van balanszban a futómű, hogy egyforma szilent van használva mindenhol. Ehhez kellett levelezni a PMC motorsporttal, és küldtek nekem hozzá egy olyan véget, ami szilentes verzió.
Ugye D2 egyberugós futóművel megyünk, aminek a másik fontos, hogy amikor egy ilyen egyberugós futóművet csináltok, akkor a torony tetejét is, meg az egész tornyot jól varjátok körbe, erősítsétek meg plusz lemezekkel, ugyanis onnantól kezdve ez fogja tartani az autó súlyát, nem pedig a eredetileg kitalált rugótányér. És akkor ugye a legszembetűnőbb dolog talán, hogy a gyári alukonzolit el van vágva, azért, hogy ütvecsavarozóval könnyen ki lehessen csavarni a diffinek az első két csavarját. Ez csak egy kis védőkeret, hogyha esetleg szerelünk, vagy áttörik valamelyik csavar, hogy ne tudjon leesni a kardnál. A diffi az sima nagyházas heggesztett diffi, viszont egy saját egyedi lézervágott hátlappal rendelkezik. Az összes BMW-nél hiba, tehát ha japán autókat megnézitek, ott direktbe össze van csavarva a diffi a bölcsővel, és nem tud mozogni. Sokkal kevesebb féltengely törik japán autókon, és ez az egyik oka. Sok oka van, de ez az egyik a többi közül, hogy ugye amikor gáz nyomtok, akkor a diffi az tud így mozogni egy picit. Na most, ha kemény szilentet raktok a házba, onnantól kezdve vagy az aluház fog eltörni, vagy E46-nál ugye keresztben van a hátsó csavar, vagy az fog eltörni. Úgyhogy ötös acélból csináltunk egy egyedi hátlapot, ami ide illeszkedik föl a két belső csavarra, tehát így igazából pont annyi szilentezést kap, hogy így a rezonanciát elviszi, viszont nem tud megmozdulni, mert hátul is két csavar tartja, meg elől is két csavar tartja. Hát a 6 év alatt rengeteg emberrel hozott össze maga az autóépítés, nagyon sok barátot ismertem meg, úgyhogy nem is szeretnék nagyon tégen listába belemenni, hogy kinek köszönöm, meg ilyenek, mert nem akarom, hogy véletlenül is lemaradjon valaki. Fő támogatóim a BP Racing, a Drift Garage, a G-Technic és a Hub Dino Budapest. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy ha megszakadok, akkor is az évi 3-4 versenyre el tudok menni. Viszont ez nagyon kevés vezetés ahhoz, hogy eredményt el tudjak érni. Úgyhogy nagyon fontos lenne még olyan támogatót találnom, aki tud úgy szponzorálni, hogy meg tudjam tenni azt, hogy tudjak gyakorolni. Tehát még a 4 verseny mellé én már nagyon örülnék annak is, ha 4 gyakorlásra kijutnék. Köszönöm nagyon a Hub Dino Budapestnek, Baranya Palinak, Vincenzo Motorsportnak, Sebestyén Gabinak a kábelköteget, a Drift Garázsnak. Igazából tényleg annyi ember sorolhatnék, hogy félek, hogy kimarad valaki. Rengeteg nagyon jó barátom van, akik nélkül nem lennék itt, és rengeteg segítséget kaptam az építés alatt. Nagyon szeretném ezt a kocsit továbbfejleszteni a télen. Szeretnék egy ultra shiftert, szeretném majd a fém hátulját lecserélni, de látjátok, hogy igazából mindent megtettem annak érdekében, hogy profin tudjak versenyezni. Dupla féknyerges az autó, pedálgépes az autó, jó súlyelosztása van. Köszönöm szépen a Bácsi Gerinek a turbót és az ahhoz kapcsolódó dolgokat. Tényleg igazából csak hálát tudok érezni, rengeteg ember segített. Hetyési Zsolti mindig, bármikor, bármivel zaklatom, mindig segít. Úgyhogy tényleg nem akarok nagyon felsorolni. Mindenki, aki jó barátom, az tudja, hogy mennyit számít nekem. Megvan a csapatunk, megvan, tehát ki tudunk jutni a versenyekre, egész jó logisztikát sikerült kemény munkával megteremtenem, de ez nagyon kevés ahhoz, hogy versenyezni tudjak. Komoly szinten, igazából itt a gumiköltségvetés, ami olyan szinten elviszi a
az éves költségvetést, hogy nagyon szeretnék olyan embert találni, aki beszállna úgy a csapatunkba, hogy igazán ki tudjam hozni magamból azt, amit úgy érzek én. Ezt minden nagy képűség nélkül mondom, hogy úgy érzem, hogy nekem van a mezőnyben a legkevesebb seat time-om, gyűjtöm igazából a számítógépen minden eseményt, amikor vezetek. Így, hogy ezzel a saját autóval eddig háromszor autóztam, és összesen életemben eddig 20 alkalommal vezettem drift autót. A mezőny leggyengébb autója jelenleg, de nagyon szeretném most végső összecsapáson megmutatni, hogy ez a sport még mindig nem a lóerőről szól, és szeretnék egy kicsit oda csipkedni. Köszönöm szépen Mr. Zero Pixelnek, hogy kijött hozzám, és sikerült ezt a második részt leforgatni. Terve vannak még további forgatások is, úgyhogy fogjátok hallani az autónak a hangját, meg bevetésen is, úgyhogy megyünk együtt a végső összecsapásra. Köszönjük, hogy megnézted mindkét részt, ami igazából a régi epizóddal együtt 3 volt. Ne felejts el egy kedvelést nyomni a videóra, ha tetszett, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengőt, hogy időben értesülj a friss tartalmakról.